A kiállítás első termébe lépve két szekértábor imitáció látványa fogad bennünket. A könnyű harci viseletbe öltözött magyarok már vészjóslóan jelzik, hogy a tatárjárás borzalmait és a pusztítás után fennmaradt tárgyi emlékeket felvonultató termek következnek. Amennyiben nem érezzük alaposan tájékozottnak magunkat, érdemes megállnunk az érintőképernyős digitális kódex előtt. A középkori olvasóasztal hangulatát idéző, beépített érintőképernyőn virtuálisan belelapozhatunk a kódexbe, ami már önmagában különleges élményt jelent, ugyanakkor részletes leírást találunk a tatárjárásról, IV. Béla magyar király meneküléséről, hazatéréséről, ország építéséről, valamint Szent Margit történetéről. A tatárjárás kori, majd későbbi írott, valamint képekben megjelenített utótörténettel is megismerkedhetünk az ott olvasható dokumentumokból. Megtudhatjuk, hogyan vélekedtek akkor, majd a későbbi korokban a tatárjárásról, illetve a tatárokról. Ennyi információval felszerelkezve már bátran haladhatunk a második terembe. Amikor a következő teremben felállított jurtába lépünk, a nagy képernyőről Batukán IV. Bélához intézett behódolásra felszólító levelét meghallgatva átjutunk a Nyíl folyósóra. A fejünk fölött elsuhanó nyílzápor hangja kerít hatalmába bennünket, még erőteljesebben sejtetve a 13. századi Magyarországra váró borzalmakat. Ezek után a tárlókba helyezett tárgyi emlékeket is szemügyre vehetjük. A pannók a mongol birodalom születéséről, illetve a tatárjárás előtti Magyarországról tájékoztatnak bennünket. A harci öltözeteket és fegyverzeteket idéző tárlók a tárgyi dokumentumokat mutatják. 13. századi magyarországi, illetve keleti fegyverzeteket, lószerszámokat, nyílhegyeket, köztük egy csigolyába fúródott páncéltörő nyílhegyet is. A kunok történetét a csengelei kunvitéz tárlója idézi. Arról is tájékozódhatunk, hogy a magyar seregek könnyű lovasságát, a tatárok harcmodorát jól ismerő kunok alkották volna, akik azonban fejedelmük meggyilkolása után kivonultak az országból. Így a tatárok főereje Batukán vezetésével 1241. márciusában borzalmas pusztítással be tudott törni az országba. A pusztulás borzalmait idéző harmadik terem a magyarokra nézve végzetes kimenetelő Muhi csata eseményeit idézi, azt a Sajó melletti összecsapást, amikor Muhi falu közelében 1241. április 10-én és 11-én a magyar haderő súlyos vereséget szenvedett, és a csatatéren holtan maradt az ország világi és egyházi vezetésének nagy része. Arról is értesülünk, hogy a legóvatosabb becslések szerint is a lakosság 15-20%-a, mintegy 300-400 ezer ember esett áldozatul a tatárjárásnak. A háborús veszteségeken túl az elfertőződött kutak és a bomló tetemek miatt országszerte járványok tizedelték a lakosságot. A nagyképernyőn megelevenedő filmen korabeli krónikás mondja el a történteket, és az elhangzottakat a tárlókba helyezett műtárgyak, valamint a falakon látható fotók igazolják. Ilyen például a Cegléd bürgeházi dűlőn előkerült házban elpusztult családtagok csontvázáról készült felvétel, amelyen jól kivehető, hogy a gyermekek és az anya kemencébe bújva próbált megmenekülni. Majd további Pest megyei falvak pusztulásáról olvashatunk, ugyanakkor a puszta templomok hagyatékát és az elrejtett pénzérméket, ékszereket, azaz a kincsleleteket is megtekinthetjük.
A negyedik terem óriás panóján a magyarok Árpád-kori fővárosának nevezett Esztergom történetét olvashatjuk. Megtudhatjuk, hogyan pusztították el a tatárok a várost, de azt is, hogy az esztergomi királyi palotát negyedik Béla végérvényesen az érseknek adományozta. A második honalapítást, az ország újjáépítését a kis választófal mögötti teremrész idézi. A kor hűviseletbe öltöztetett bábok közül az egyik legkifejezőbb, a kisdett Szent Margitot Istennek ajánló negyedik Bélát ábrázoló figura. Az 1242-ben született és domonkos apácák közt nevelkedő Szent Margit életéről is számos adattal szolgál a kiállítás ezen része. Negyedik Béláról megtudhatjuk, hogy 42. májusában tért vissza azzal a nagy céllal, hogy az országot újjáépítse. Földeket osztott, letelepítette a visszatérő kunokat, dinasztikus házasságok révén szövetségeseket keresett, összönözte a nagybirtokosok körében a várépítést, és maga is várakat emeltetett. Ő alapította a budai várhegyen az ország új fővárosát, Budát. Margitot 1252-től domonkos apácák nevelték az újonnan épült Nyulak-szigeti kolostorban. Nem is hagyta el ezt a kolostort egészen haláláig, ami 1270-ben következett be. Ott temették el, és a szigetet ezért nevezik Margit-szigetnek. A tárlat már sokat hangoztatott interaktív, plasztikus jellegét az utolsó, ötödik teremben tapasztalhatjuk meg, ahol főként az iskolásokat pedagógiai jelleggel megcélzó berendezésekkel találkozhatunk. De minden bizonnyal a felnőtt látogatóknak, kiránduló és nyugdíjas csoportoknak is egyaránt élményt nyújt a fegyverzetek kézbevétele, az íj feszítésének, illetve a különböző harci viseletek súlyának megtapasztalása. Ebben a múzeum pedagógiai teremben ugyanis megtudhatjuk, milyen erővel vagyunk képesek megfeszíteni a tatárjárás korabeli íjhúrját, a hevedert a nyakunkba akasztva pedig meggyőződhetünk, hogy negyedik Béla nehéz páncélos katonái, illetve a mongol tatár seregek könnyű fegyverzete között mekkora különbség volt. Aki pedig tárgyi emlékekkel szeretne távozni ebből a teremből, az tatárjárásos emlékérmét vihet magával, ha néhány 50 banist bedob a masinába. De akár fényképet is küldhet ismerőseinek a világhálón, ha önmagát mongol harcosként vagy magyar vitézként fotózza le. A kicsiknek és iskolásoknak minden bizonnyal ez a terem nyújtja a legnagyobb élményt.